Make America Great Again. It's all about me, my rights to keep and bear arms, my president, my beer, and my Abrams tank. Igen, anya, mindjárt leviszem a szemetet, csak kicsit játszunk előtt a haverokkal, nem baj? Na, sziasztok, srácok, Sándor Gófők ismét az Armored Warfare-ből ezúttal, és épp Amerikát próbálom újra nagyját tenni. Nagyon nem, csak grindolunk igazából, az 5. tier 10-es tankomnak már csak egy modifikáció van hátra, és bemutató állapotba fog majd kerülni ezáltal ő is. Mert ki kéne úgy 100%-ra a Global Reputation-ből, csak hogy mindnál más tier 10-es tankom ugyanott legyen. És ő az XM1A3, szerintem ez egy M1A2 Sceptre Abrams lehet, csak a játékban annak idén ezzel a névvel került be, mint projektank. Amint látjátok, a trópia alapja is hiányzik. Beemlegető körök alatt sikerült már 100 XP-t össze grindolni, nagy keservesen a trópia APS-ért grindolunk alapvetően. Kedjük baj, már biztosan nem lesz, mert megbírjuk venni kellett, az van az akkontod elég hozzá. Csak még azt a nyomorult hardkill-es APS-t meg kell szerezni. Hát alapvetően én amondó vagyok, hogy a Global Operations adja legjobban az XP-t, ha győzzük, bár a random csapattársakkal, klán nélkül ez nagy valószínűséggel nem fog menni, de mi ennek ellenére meg fogjuk próbálni. Az apropója a történetnek az az, hogy ugye új nagy pecset kapott a játék, megváltozott a HUD, új Spec Ops van, szebbet a grafika, tényleg egy-két ájra szép, már maga a hangár is, szerintem megér egy misét ez a japán hangulatú patchbe. Gyönyörű. Csillanunk, lógatjuk a lábunkat, meg minden, elvonnak előttük az emberkék. És ennek alkalmából ugye benéztem a marketplace-ére a játéknak, és a 10.000 goldos csomag le volt kicsit árazva, nem kicsit nagyon, vagy 20 euróval olcsóbb volt. Ezért megvettem, és a fejlesztési fal mellő goldét megvető premium közül vettem egy tier 8-as francia TD-t. Az Almus 10 LC-et már régóta fighterrel fogom, hát most megvan, majd később sokat fogunk rá játszani, később majd lesz neki is videója. De ugye a 10.000 goldos csomagban maradt 1000 goldi, és ebből az 1000 goldból megvettem 5 darab prémium napot. És most ennek a felhasználása zajlik, hát ez a videónak az apropója. Hát, találkozunk a meccsben. Azt mondja, hogy Desert Crossing, a map, ezt a mappet kimondottan szeretem. Ha már egyszer Global Operations, és ellenségből, hogy nézem, szerencsére nincs tele az enemy ezekkel a eventes cheater szinten OP botrány tankokkal. Az a baj, hogy orosz lett a többségi tulajdonos, és brutálisan rárepültek a pay-to-win-re ebben a játékban is. Pénz hozzáféréses eventek vannak, ott lehet gyakorlatilag nyíltan cheateket kihúzni, mert olyan parancsnok a szesz ki, hogy az gyakorlatilag csalás. Tehát most mit lehet mondani a román parancsnokra, amelyik csajra, amelyik azt tudja, hogy kilőjük a tankod összes HP-t, meg kéne halnod, éppen repülnie kéne oda a toronynak, stb. És nem halsz meg, hanem egy fiktív HP-t visszatölt neked. És ha nem lőnek meg még egyszer, akkor túléled. Vannak még másmilyenek is, de nálam ez vertek egy biztosítékot konkrétan, azért ezt emlegetem. Szóval, ja, vicces. Nem tudom, hogy a botok hova lettek. Na nem! Azt nem! Nem fogjátok az óradba behúzni a 2-es pontot, arról ne is álmodja. Harasra rongyulunk rá ebből arra a Gaura, mert lehet, hogy csak egy Gatlingen. Már lehet ilyet mondanod csak. Megállt a kis jelben, mert megcsiklandoztuk a popóját. Ezt elkaptuk. Gyerünk, nem állunk meg, nem rohadunk le. Bírja a motor, bírja a motor. Bírja a páncél.
Nincs para? Nincs para? Bent vagyunk a ponttól. Jó van. Aztán megkaptad. Oké, a kontinentúrra nem tudunk menni. Ez szerintem nem arti, ez az incoming arti sem, hanem... Nagy valószínűség a gyalogság aknavetőkkel. Szép. Köszön segítséget, csapat. Van csapatom? Van csapatom? Ó, csázom meg. Nem baj. Nem vagyok egyedül. Van mellettem egy csapattárs, aki azt lőni, amit kell. Miért ezzel a világgal mora? Pontot azt ugye most befoglaltuk, de most aztán már védhetjük meg. Csát, hoci! ...934. Kellemetlen, mi? Ez a facehug. Iszonyan gyerekes módszer, de... Főleg úgy, hogy az ébresznek ott a... Lövegpaj és aljánál van egy gyenge pont, a balansz véget. Meg kell próbálni visszamenni, segíteni a cserencseket, áthegyőt, mert ő is kihet nekünk, nem fogjuk szarba hagyni. Ó, egy testvér. Jövünk, haver, tarts ki. Come on. Aki megváltoztak a objektívák, úgyhogy most már nem messző sem annyi talán. Szóval sem lesz annyira ostrom alatt, de csapattársakat segíteni kell így is, ahol csak lehet. Tényleg ezt vagyok komolyan. Lózba és a PvP-be szerintem sokat jelent a játékélmény szempontjából. Hú, de belegulla. Az utc. Nekünk is jobb érzést tettünk valamit, és láthatok milyen jó volt az, hogy együtt harcoltunk tényleg válvetve, csapatként, cselivel. Ez szerintem nagyon fontos. Mindig segítsétek egymást. Klán nem klán, haver nem haver, ez nem arról szó. Két nagy ágyú közé beszaladt, szegény. Ma lesz időm, megsajnálom. Nem tudok olyan cserencsertől. Mi a bátos istennyira? Sphinx. Idegesítő kis gecók.
Well played, mister, well played. Nem vagyok benne biztos, hogy te milyen káromkodás jelent nektek, you putnax. Biztos nem is értek szánta az űrge. Tizenegykás sebzősbe pumpáltunk a zenébe, én már annyira nem szégyenlem a meccset a saját részünkről, már talán csináltunk valamit, meg ugye volt foglalásunk is, de hát nyomjuk. Ez Globe szöregem, itt rása van, nincs megállás. És elképesztő helyzetekbe tudja visszahozni visszafoltra egy csapat a meccset. És akármilyen jól állunk, azt mindig el szoktam sütni, aztán nem egészen poént, hogy semmi pánik, a meccs még bukható. Akkor ilyen baromságokat csinálnak, a feljön ide. Úgy sem látunk rá a csávóra, viszont legalább. Ezt eddig háztuk, nagyon jó. A spotunk folyamatos és erős. Csak nem látjuk az ellenséget, hanem ők minket, ez a probléma. Nagy bőrös jó eddő van a foglalási pont. Már elméletileg itt vagyunk a ponton. Ó, csak meg itt világít. Mi hoznak a legközelebb? Felhasztunk mégis egy drónt. Az egy ellenséges tesó. Minket meg hátba lőnek közbe. Hát itt gagbagbe partiba vártak minket, de legalább a drónt felküldtük, tehát remélem, hogy spottoltunk annyit, hogy a csapon tudja értékesíteni. Szarul állunk illekkel. Fél csapaton el van tűnve. Enneminél meg 3-10-es alamata hullott ki összvisz. Nagyunk ott meccset, gyerekek. Gyertek gyorsan vissza. Akkor a homokviharban infravállam látja az Abrams a ellenséges drónt. Gyorsság az olyan valamit rendületlenül. Gotcha, az megvan. Basszus. Ezt hogy eddig házni 2 centiről, gyerekek? Á, ez gyász volt. De megnyertük! Oh yeah! Mondd, hogy kaptam értelmes mennyiségű XP-t. Légy szíves, játék!
Ami csak lehet premium account, tokenek, minden fönt van. Premium parancsokat nem tettem a harckocsiba, mondjuk az, ami dobhatna. De fejlesztem a saját parancsnokaimat. 40.300... Mediocre. Na nem baj, megpróbálok a következőt is. Nos akkor Desert Crossing Middle East. Csak már a változatos egyre gyűrködtet, de legalább nem a Waterways, amit utálok. Még ez a kedvenc Cyclopsos mappem. Ezt még tartom. Ez az előző meccs útja. Ez az állításomat, ez a CATTTB, ez a legújabb cheater tank, elmentes szutyok, pay to win. Rohadtak kényszer a páncélja miatt. Nem tudom, hogy még mit fogunk vele majd kezdeni. És az a baj, hogy ezek a mindenféle pénz hozzáférés és eventes, mert marketplace-on megvásárolható parancsnokok meg tankok, ezek kezdik kiszorítani a játéknak az alapító tankjait. Azért az Abrams vonal a legelső harckocsi vonal közé tartozik a játékba, ővelük indult el az egész Armored Warfare, és egyre nehezebb helyzetben vannak hozzá. Nem azt mondom, hogy mindig egy ütős harckocsiról beszélünk, azért ez nagyon keményen BTA. A T9-es meg a T5-es Abrams, ez a kettőben a többi az... kimaradtan gyenge. Jobb esetben is olyan átlagos. Ez a két erős ébren aztán a játékban. Stingray, ezt nagyon szeretem az a nyémeket. Kikezdek a kis mocskokat lőni, már szupportolok mindig az ellenségnek. Első sorban, másodikban szednek valunk HP-t, harmas sorban az a kis tiket. Mi veszteséget okozunk az enemének a kilövésükkel, az is számít. Itt minden, tényleg itt minden számít. Glossba. Ami csak lehetséges, minden nyomni kell. Izgalmasabb, pörgősebb, de a maga módján talán szerintem keményebb is egy kicsit, mint a... Egyik cheater megvan. Szereljél már egy kicsit te meg. Ezzel 74. Valami kis aknavetőskör csak folyamatosan spammel minket. Nem. Ezt a lövés nagyon szarú. Elkapkodva vagytattuk csak oda.
Közvetlenül közelről becélozva lövések, te Sándor Gróf, megint csak. El kell venni a javítókészletemet. Zöld markerre. Igen. Egy emberre megadjuk az elsőségét. A spotter 5 centire állunk egymástól. Jó, hogy spotton maradunk. Reflexbe szarod nyitom meg a balagérbombot. Pont pirosan át. Nem is értem igazából, hol van gyenge pont a hasán, mert van neki csak... Annyira random jelzi be sárga, piros, zöld között a tugrá. Nem tapasztaltam én még ki ezt a tankot. Ez a rohadék cheater szar. OPP to win biatty. Ne is kérdezitek, ahol neki vagyok képes folyamatosan sírni ezen. Nálam több premium contentja kevés embernek van szerintem, de azért csak így rendületlenül. Hát az a lövés érdekes volt, igen. Ott középen beaktiválunk egy drónt. Lesz egy transportolás mindjárt. Ez bejött azért ezt a nyakán, ahol illik. Célzás nélkül odavetjük a lövést, mert nem érne. Nem jó, mert két tűz közébe fogunk itt kerülni. Ezt a vonal nyerszőbe bekerítsen minket, de nem volt szerencsére. Bassza meg. Nagy volt a hitbox a háznak. Ájjá, olyja, mi van itt? Jézus Mária, hányan vettek egyet gangbangbe? Hát ez súlya volt. Kaptam egy kis csőrátást, mert annyira benne voltam ebből közel a harcba itt, hogy... Nagyon figyeltem, hogy a csapatom az elhullott körülöttem, és egyedül maradtam. Nagyon fejfelmelt vagyunk tiketekkel, szóval... Valamit intézni kell. Még az a gyorsan. A drónt mindjárt jövnök be a fiúk, és lesz fottunk. Haza megy a rohagyai. Amerika.
America! I just wanna put my fat mannequin fingers around your neck, dude. Not gonna hurt that much. Okay, the child takarásban van. Nem levetjük szét magunkat, Sándor, csak okosan. Tudom, hogy lekaptuk géppuskával. Nem tudom, számítod-e? Oh shit. Na most már elkezdtem szkeptikus lenni azzal kapcsolatban, hogy járhatunk-e még. Hát... nem csak jól nézek ki belőle. A 8-as pont környékén kialakult egy nagyobb csatapart, abban be tudnánk még szólni, az... az talán jó lenne. Vigyünk ide kis tűzerőt meg HP-t ebbe a küzdelembe. Ha 8-as pontot megcsipnénk, az talán. Nem tudják tartani, srácok. Kell a segítség. Mondjátok fel. Kicsit még. Nem jó. Jaj, géppuskával találtalak el. Nem sokon múlt. Na lássuk, hogy ha vesztünk egyet, akkor arra mit adok. Játék, azért léci, ne legyen szar. Na, játék. Na. Trumpos polom van. Hát 15.730, na most az előbb meg alig kaptunk valamit, hogy a nyertes meccset, tehát még azt mondom, hogy a Global Operations-ben még mindig ugye itt lehet keresni, egyrészt kerített premium tankokkal, másrészt meg XP-t, jobbat nem tudok XP indulásra, úgyhogy én most maradok szemre tovább, megpróbálok felnézni közben a Discordra, hátra lettek játszópajték, aztán kérek segítséget a klántól, nektek pedig köszönöm, hogy velem mutatok egy kicsit ma este, és köszönöm megértésül még ezt a 4 napot itt értek este nem kell, mert azért még... Hát igen, harmadánál se vagyunk ennek a gindulási folyamatnak, de úgy azonban megeszte a trópi APS, úgyhogy... Hát, kitartást, aztán majd lesz ebből egy betatóbb videó is. Sándor Golf voltam, az Almad Wolfelből. Köszönöm, hogy vagytok az úton, srácok. Sziasztok!